Sziasztok! Ez itt a Premier Planet. Szeretnénk elindítani egy olyan sorozatot, amiben kicsit jobban megismerhetitek az iskola tanárait. Úgyhogy ebben a részben most két kiemelkedő zenetanárunkról fogunk beszélni. Az egyik Gilincsi Fruzsina, aki énektanár, a másik pedig Takács Gábor, aki pedig zongorát tanít az iskolánkban. Úgyhogy most őket szeretném nektek egy kicsit jobban bemutatni. Fruzsina 2019-ben diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz énekszakán. Zenei tanulmányai alatt volt lehetősége a római St. Louis College of Musicban tölteni egy fél évet, ahol jazz tanulmányai mellett zeneszerzést, szövegírást, zeneterápiát és popzenét is tanult. A Perpétum és Frundi zenekarok énekes, dalszerzője. Az előbbivel 2019-ben megnyerték a Babel Lariat World Jazz versenyt, 2020-ban a MIPA Jazz Showcase közönségdíját, majd bejutottak a Simpla Lemming programba, és Magyarország számos fesztiváljain és klubjain kívül nemzetközi vizeken bemutatkozhattak. A zenekarjain kívül rendszeresen énekel a Cutorborsok gyerekzenekarban is. A premiéren kívül a Keleti István Művészeti Iskola színpadi énektanára. Az énekórák során arra törekszik, hogy minden tanítványa megtalálja saját egyedi hangját, megismerjen különböző zenei stílusokat, hogy egy komplex kép alakuljon ki bennük a zenével kapcsolatban. Úgy gondolja, az éneklés rengeteget segít abban, hogy jobban megismerjük önmagunkat, ezáltal a társainkat is. Hogy elmondtam nektek Fruzsina csodálatos életpályáját, következzen Takács Gábor. Gábor hátat fordítva az épp hogy induló közgazdász pályának a budapesti premierben kezdte tanulmányait, majd a Kodolányi János Egyetemen diplomázott jazz zongora szakon. Több zenekarban is megfordult, játszott már blues, rhythm and blues, rock, pop, hip-hop produkciókban. A színházi zenélésre külön lelkesedéssel tekint, a Váci Dunakanyar Színház Megadom Magam és a Canterbury Mesék című darabjainak évekig volt a billentyűse. Saját produkciója a Gáborozó, ami egy személyes performance, viszont több billentyűs hangszer és dobloop társaságában szólal meg. Szerinte dalt írni bármiről lehet, jól lakottan akár a tükörtojásról is. 2017-ben az Országos Dalos Találkozón első, 2019-ben a Köztér Hangja Tehetségkutatón második helyezést ért el, és elnyerte a legjobb dalszöveg külön díjat abszurd, fanyar humorú soraiért. Premierbe 2019. szeptemberében tért vissza kötelező zongorát tanítani. A tanításra inkább alkotói folyamatként kint, amelyben a diák a hangszer, amin keresztül megszólaltatható a zene, ezáltal a különböző karakterekből és játékstílusokból változatos produkciók kerekednek ki. Humorosan feltehetjük a kérdést Gábornak, hogy születik-e egyszer dal a tanításról is. Hát ők lettek volna, akiket beszerettem volna nektek mutatni a mai epizódban. Ne felejtsétek, hogy ez a sorozat folytatódni fog, hamarosan jelentkezünk a következőben, amiben még több tanárunkat is megismerhetitek. Ne felejtsétek, hogy minden szombaton találkozunk a legújabb videónkban. Sziasztok!